a gyakorlást, méghozzá talpunk stimulálásával. Ez ugye azért fontos, mert sokszor beszéltem róla, hogy a talpunk egy érzékelő eszköz is, egy információbegyűjtő eszköz, vagy testtáj, ugyanis a talp rengeteg idegvéződéssel rendelkezik. Ez ugye már önmagában azt mutatja, hogy stimulálni kell, tehát meg kell adni neki ezt az információt, illetve az agyunknak az információt, amit talpon keresztül tudunk begyűjteni. Ez pedig az, hogy milyen felületen haladunk át, tehát a környezetünkről szerzünk információt, illetve az, hogy kontaktusban vagyunk a talajjal, azáltal ugye tudjuk magunkat elhelyezni a térbe, érzékelni önmagunkat. Labdával fogunk stimulálni, ugye aki mondjuk mezítláb jár, vagy mezítlábas cipőben, ez ezt a stimulációt jobban megadja a lábának, hiszen több információt tud gyűjteni a talajról, amin halad. De hogyha nem szeretnél ilyen cipőbe járni, vagy nem tudsz, vagy mezítláb nem tudsz járni, akkor sem kell lemondanod erről, tehát ennek a pozitív hatását ugyanúgy kihasználhatod más technikákkal, más módszerekkel, és aki mezítláb jár, annak is érdemes egyébként, vagy mezítlábas cipőben, annak is érdemes egyébként ezt a labdás stimulálás, vagy bizonyos felületeken járás által is stimulációt rendszeresen alkalmazni, hiszen nagyon sok pozitív hatása van. Most ebben nem annyira szeretnék belemenni, de hogyha érdekel, akkor más, komplexebb képzéseken erről is beszélek. De akkor most lássunk neki a stimulálásnak, azaz a lábunk mobilizálásának és felébresztésének. Labdát fogunk használni hozzá, bármilyen labdát használhatsz. Én nagyon szeretem a rad labdáit, ez egy sima felületű, jó kemény rad labda. Ez pedig egy naboszó és rad által készített labda, aminek egy kicsit textúrája van, viszonylag puha egyébként, tehát nem egy durva nyomást alkalmaz. Nagyon közel vannak, nagyon pici tüskék. Ennek ugye az a feladat, hogy minél több idegvégződést stimuláljon, anélkül, hogy bármi panaszt okozna, de a hatás az megvan. Én most a tüskés labdával fogom megmutatni a görgetést, és te megalkalmazd azzal, amit van. Tehát állj föl, sima lap helyzetbe állj. Hogyha rossz az egyensúlyérzéket, vagy bármi problémád van, vagy nagyon érzékeny a lábad, akkor lehet szőnyegen, vagy akár ülő helyzetben is. Nyugodtan kapaszkodj meg, hogyha szükséged van rá, és görgesd át a talpadat a labdáddal. Ha bírod, akkor nyugodtan nyomd rá, tegyél rá testsúlyt, ha nem, akkor meg csak úgy finoman, úgyis hatása lesz. Tehát bárhogy csinálod, lesz eredmény, lesz hatása. A lényeg az, hogy neked jó lesen, ha az erősebb inger kell a te talpadnak, akkor nyugodtan nyomd rá jobban. Görgesd át a teljes talpadat, akár a lábujjak alatt is. Itt érdemes, hogy a haránt irányba kimenni a külső talpszélre, sarkon el, mondjuk a belsőn átmenni. Ez most csak pár példa, de bárhogy csinálhatod. Ha vannak egyes pontok, ahol mondjuk érzékenyebb, ez általában hosszanti boltozat, vagy a sarok felé eső rész, akkor ott nyugodtan elidőzhetsz. Aztán a végén mindenképpen menj rá a sarok csontodra is, amikor nyugodtan letámasztatod a lábujjaidat, és görgesd át oldal irányba. Ha egy kemény labdával csinálod, és tényleg alkalmazol egy nyomást, ez azért elég érzékeny tud lenni. Főleg esetleg van valakinek sarkantyúja. Akkor inkább finomabban. Oké, és természetesen a másik lábaddal is ismételd meg.